Az izraeli hadsereg megölte Yahya Simbárt, a Hamas iszlamista terrorszervezet legfőbb vezetőjét. Ő tervelte ki a tavaly október 7-i mészárlást. Miközben Izraelben bizakodva néznek az elkövetkezendő időszak elé, addig Gázában nagy veszteségként érték meg a Hamas vezető halálát. Erről is beszélget Barka, Barna következő vendégünkkel. Köszönöm szépen, Sárközi Miklós Egyetemi Tocsánsa, Károly Gáspár Református Egyetem tanára. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Több mindent olvastam én az éjszaka Eszilvára, ha más egykori, most már mondhatjuk vezetői, ugye likvidálásáról, hogy véletlenül lőtték le, ez való igaz lehet? Tehát tankkal egy épületet, nem tudták, hogy ott van, csak aztán a fogazat alapján azonosították. Ez a hivatalos verzió, hogy ugye egy izraeli e járőröző csoport figyelt föl három gyanús emberre, akik kibeszaladgáltak különböző épületek között, és ezek közül kettőt előre küldött egy harmadik, és ebből a, ebből a szenárióból, mint az egyik mozgatná a másikat, másik kettőt, kezdett a dolog gyanúsá válni számukra, beküldtek egy drónt, a drónnal körbenéztek, és ugye ezek után döntöttek úgy, hogy rájuk robbantják, vagy megtámadják azt a házat, és ezt követően ugye, ha jól olvastam én is, egy ilyen DNS analízis meg még a már ott a helyszínen látták a tehát a megölt személynek az arcvonásai alapján hasonlónak találták Szimbárhoz, de ezt költ egy elég gyors DNS-teszttel sikerült bizonyítani, hogy valóban a Szimbárt a Hamász vezetői tölték meg Dél-Gázában. Mielőtt rátérnénk, hogy ezek után mi várható nyilván a Hamász ügyében megvan az utódja, igaz, hogy ő nem Gázában van, hanem külföldön, Szimbár viszont ott volt Gázában, hogy ő emberülésért életfogytig, többszörös életfogytig arra ítélték Izraelben, és 22 évet ült izraeli börtönben, megtanult Héberül, és évente békés ellenállást hirdetett, aztán váltott. És aztán radikálódott teljes mértékben. A halálában milyen következmények jöhetnek? Hát ugye Jahja már azt kell tudni, hogy ő egy 1948-ban Izraelből elmenekült palesztint családból származik, aszkalon környékéről jöntek, és ő egy palesztin menekült táborban nőtt föl. Hát azt mondja, hogy az egész család története már a fogalmazunk, hogy a traumatizáltság vagy az izrael ellenség egyében történt. Fiatalon arab, arabisztikát tanult a Gázai Egyetemen, ezt követően azonban 89-ben egy katonai akció során megölt négy palesztint, Izrael kollaboránsnak, mint 4 palesztint és két izraeli katonát, ezért életfogtillant kapott, de a, a Gilát Csalit féle ügy, egy elrabolt izraeli katonaért be, belengedett fogolcsere során 22 év után szabadult, e, és aztán ugye ezt követően lett ugye ember Gázában, ahol először a katonai, majd pedig ugye most a Ismail Hánie e, júniusi teheráni meggyalkása után az egész Gál, e, e, Hamásznak a vezetését vette át. De hát ő régi motoros a szakmában, ahogy olvastam, és tényleg ugye tovább megy, mert a Hamas alapítója, Jaszin Sejknek is közvetlen Igen. tanítvány. Így van, így van. Tehát ő azt kell mondani, Én hogy. Ham... pont 20 éve ölték meg a Jaszin Ha Hamas lehet polarizálni, hogy radikálisabbak vagy tárgyaló, és a hajlamosabbak, akkor szerintem Jakhal címmel egy egyértelműen a radikálisabb vezetők közé tartozott, és hát ne felejtjük, ő volt a, valószínűleg a kitervelője a tavaly október 7-i Hamas támadásnak dél ellen. Tehát Izrael őt teszi felelőssé mastermind -a, azért a tragédiáért, ami dél Izrael lakosságát érte. Milyen következménye lehetnek a háborúban, mert úgy mondhatjuk, hogy ami ott van az háború, és a cserére, ennek az egész folyamatnak a eszkalációjára. Ez itt többfajta kifutása lehetnek. Én szerintem nem lesz. Jakhaj Szimbár halála nem jelenti az izraeli katonai hadműveletek befejezését Gázában. Izrael maga Netanyahu is közölte, hogy a háborúnak nincs vége, és éveken keresztüli izraeli katonai jelenlétet lengetett be egy tegnapi beszédében. A fogócsere szerintem most megnehezült, hiszen a Muhammad al-Szimvár, esetleg ugye Jakja Szimvár testvére, vagy ugye ez a Khalil al hayya a katonai vezet, az új katonai vezető Gázában, vagy esetleg Khaled mesár, kívül te, ugye, Katarban, ezek után alig ha lesznek szerintem rugalmasabbak, és maga Hamas is azt mondta, hogy uh, itt fogod cse, ugye a, a túlszokára akkor lehetséges, hogyha Izrael kivonul Na Most ez nem egy opció. Izrael évek, évekre, évekre rendezkedik be szerintem Gázában, vagy Gázak bizonyos részein, főleg Észak-Gázában látni olyan jeleket, hogy az izraeli hadsereg felszólítja a lakosságot a délre költözésre. Békéről nem hiszem, hogy a béke folyamatról kár is beszélni. Itt azt hiszem, Izrael addig, addig akar jelen lenni, amíg egy demilitarizált Hamász nélküli Gázát hoz létre, nem zárom ki a területi változásokat sem. Azt hogy érti? Úgyhogy nem zárható ki, hogyha az izraeli jobboldali politikusok, kormánytagoknak a retorikáját, nyilatkozatait nézzük, egyáltalán nem zárható ki az, hogy egy, úgymond egy bizonyos részét Gázának, hát nem azt mondom, hogy elcsatolják, de közvetlen izraeli kormányzás alá veszik, hivatalosan biztonsági indokokkal. Tehát uh, itt elsősorban Észak-Gázában lehetséges uh, valami változás. De ezt persze, ezt persze még nem tudjuk hivatalosan. Uh, én nem hiszem, hogy Izrael vissza akar vonulni Gázából, mint hogy nem akar visszavonulni Cisziordániából. Dél-Libanonban is elképzelhet egy hasonló ütköző zónak kialakítása. Azt, hogy itt látjuk, hogy a, a szimbát uh, likvidálása után azonnal a helyére lépett a következő, voltak éppen kvázi volt helyettesek nyilván az ő helyére is lépne azonnal valaki. Tehát ott mindig meg van az utó jelölve, innen adódik a kérdés, hogy egyáltalán meg lehet semmisíteni a Hamaszt. E ebben szempontból a Hamász mindig nagyon effektív volt, hogy ha elveszette egy vezetőt, azonnal a súra, a Hamásznak a, tanácsa, azonnal kijelölte az utódot. Tehát ebben effektív a Hamász, tehát ez nyilván a hívei előtt az erősségének, a stabilitásának a jele, hogy azonnal, ha elveszik a vezér, új vezért kell helyezni. A Hamász szerintem nem fog megszűnni mint szervezet teljes mértékben, talán olyan lesz, mint mondjuk az Al-Qaeda vagy az ISIS, tehát elveszíti a, a területi integritás Gáza felett, de a világon különböző pontokon, mondjuk Törökországban, Katarban, palesztin menekültáborokban, itt, ott, amott lesznek neki támogatói, alá fog merülni, tehát én diaszpóra-szerű szervezetként, fogunk még hallani róla, nyilván nem annyira, de nem úgy, hogy mint Gáza kormányzója. Meddig tolerálhatja, viselheti el ezt a gázai nép? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érzékeny pont, hogy itt, itt van egy humanitárius, humanitárius válság, a terület lakosságának 96%-a jelen pillanatban is, a arab lakosság a élelmiszer és vízhiánytól szenved, kórházak, 150 kórház ment tönkre a háborúban, és hát jelen pillanatban nincsen vízió arra a közeljövőben, hogyha izraeli, ha izraeli jelenlétel számunkra a következő években, hogy, hogy mi, mikor és hogyan építik épít, ezt föl újra, nagyon nehéz helyzet van. Én ebben ugye nagyon komoly vita van a nemzetközi szervezetek és Izrael között, hogy mennyi segélyt, milyen orvosokat, milyen ütemben kell beengedni. Azt gondolom, hogy Izraelnek is, bár én nem vagyok izrael szakértő, de én is azt mondom, hogy Izraelnek is érdeke lenne az, hogy azért a, a, azokat a, a számára nem előnyös képeket, amelyek a gázai civil lakosság szenvedéséről világszerte terjednek, valahogy bírsékelni kellene. Hogyan látja egy utolsó kérdésként az amerikai külügyminiszter Katari kollégájával egyeztetett, megbeszélték, hogy mi történhet ezután? Na de hát Amerikában elnök választás lesz, és közel sem hogy Blinken marad a külügyminiszter. De Amerika hozzáállása azért mindig különleges Izraelhez képest, bárki is legyen az elnök. Azt hiszem, hogy Amerika szabad kezet adott Izraelnek, tehát én azt hiszem, azt gondolom, hogy Amerika, az amerikai elnök is befolyásolják Izrael lépéseit, ameddig ez nem zajlik, addig szinte, szinte, szinte bármiben amerikai támogatást kap. Amerika fegyveres tám katonai támogatást kap. Jelen például az Egyesült Államokban van egy demokrata narratíva, ami arról beszél, hogy itt a lehetőség a fogolyt cserére, meg valamilyen béke megkötésére. Ezzel szemben a, a Donald Trump azt mondta, hogy Netanyahu megtette azt, amit meg kellett tennie Színvár megölésével. Én azt gondolom, az Egyesült Államoknál nem látok igazán hajlandóságot arra, hogy most éppen beleavatkozzon ebben a folyamatban, hiszen ők is egy átmeneti állapotban vannak egy elnökválasztás kampánynak a finisében. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.